Sziasztok, köszöntelek titeket, és köszöntök mindenkit a Civil Út Mindenki programjának az újabb panel beszélgetésen, ami egy folytatása egy korábbi beszélgetésnek, a művészek és szorongás témakörét fogjuk ebben a beszélgetésben is taglalni. És a vendégeim Szík Katalin, felnőtt klinikai szakpszichológus író, aki a Mindenki program szakmai támogatója, és Igor Lazin, grafikus művész, aki pedig szintén részt vett a Mindenki programban az Angsz és Angszilla figurájának megrajzolója, alkotója. Én rögtön azzal is kezdeném a beszélgetést, hogy nagyon kíváncsi vagyok, mert az alkotási folyamatban, alkotási folyamat ennek a részében még nem voltam benne, hogy a ti kapcsolódásotok hogyan történt meg, és hogyan indult el ez a közös munka. Ati? Hát én Igornak a munkáit ismertem, ez az egyik út, ami miatt mi találkoztunk, sőt volt egy közös munkánk is, a másik pedig volt egy olyan tervünk, amiben különböző pszichológiai kis tudásmorzsákat közvetítünk fiataloknak, és az én igényem, illetve a célcsoportom és Igornak a stílusa, én azt gondolom, hogy nagyon összeért, és így indult ez a munka. Igor, ti hogyan találkoztatok, vagy te hogyan kapcsolódtál ebbe bele Katival? Hát úgy, hogy engem eleve érdekelt a pszichológia, mint olyan, és akkor már én évek óta óhatatlanul is, szóval azzal, amivel én foglalkozok, muszáj, hogy így valahogyan gerebjezek magam körül és magamba, vagy ássak, vagy szóval nem tudom, hogy nevezem ezt az egész dolgot. És akkor, amikor jött Kati ezzel az ötlettel, egyszerűen örültem ennek, hogy tudok amellett, hogy tudok kifejezni magam azon a téren, amit élvezek, tudok tanulni is emellett. Nagyon különleges ez a két figura, Angsz és Angszilla, és ez az Angsziméter Instagram oldal. Egy nagyon sajátos világot alkottatok meg. Hogyan jött ez a két figura? Tehát mi volt az a pont, ahol úgy rátaláltatok, hogy na ez? Mert ezt gondolom azért megelőzte több hetes alkotói munka. Kati? Igor? Hát... Igazándiból azt hiszem, hogy két vagy három figura volt, amit rajzoltam, és az a... Tulajdonképpen az nagyon érdekes, mert tulajdonképpen az történt, hogy én eddig mindig is, amikor rajzoltam, először skicceltem ceruzával, és utána átrajzoltam az egész a dolgokat, gondolom valami biztonságot kerestem magamba, vagy tök, szóval, hogy nem is érdekes ez a dolog, hanem, hogy a figurák úgy születtek, hogy egyszerűen nem skicceltem, nem is tudom, hogy hogyan nevezek őszintén, vagy csak így úgy, az érdekesen volt, hogy beleugortam, hogy mondtak a mások, hogy mit tudom én, a Tisza vize most így, június van, eléggé meleg, vagy a Duna vize, és akkor simán lehet bemenni és úszni. És nem csekkoltam le, hogy a víz most hideg, vagy eléggé meleg, hanem bátran bementem. És úgy valahogyan ez a két figura úgy született, hogy így gondoltam, na jó, oké, most így eddig skicceltem, eddig próbáltam kitalálni, hogy mit gondol a Kati, hogy mit fog gondolni a közönség, hogy mit fog gondolni a nagy világ, amikor kiterítem ezeket a figurákat, és ezt így sikerült így félretolnom, és nem tudom, bátran így valahogyan egyszerűen megrajzoltam őket. Miért egy női és egy férfi alak, és hogy ők párt alkotnak, tehát ennek a gondolata... Kati, ez tőled jött? Hát ez egy csapatmunka, mert nyilván ez nem csak egy sima önkifejezés az Igor részéről, hanem a tartalomhoz hozzá kell igazodnia, a célcsoporthoz kell igazodnia, tehát még Igor így befelé él és saját magát próbálja keresgélni, az én munkám pedig pont kifelé van, hogy minél több embert megtaláljon, minél nagyobb felszínen éljen,
és minél több ember tudjon azonosulni. Éppen ezért, amikor brainstormingoltunk a csapattal, amiben te is beletartoztál, akkor ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy egy nagyon közkedvelt, siker érdemes párt alkossunk, amivel sok mindenki tud azonosulni, sok mindenki láthatja saját magát benne, tehát ennek modern kell lennie. Nyilván pszichológusként én figyelem azokat a tudattalan eszközöket, hogy mi kerüljön fel egy ilyen lapra, azaz fontos a szín, fontos az, hogy mennyire cool, vidám, menő, mennyire esendő egy figura, mennyire tud fejlődni, mennyire tud ráhangolódni az írásokra, és ennek az ismeretében választottuk ki a 3-4 próbarajzból azt, ami leginkább illik a téma arculatához. Én nagyon kíváncsi vagyok ilyenkor, hogy mennyire jelenik meg, vagy mennyi hasonlóság van a megalkotott figura és a művész között. Tehát, hogy ti ebbe a két figurába mennyire rajzoltad, Igor, te bele magad, meg mennyire tetőtek bele ebbe saját magatokat, vagy a saját képeteket? Kati? Válaszolok. Én akkor a művészet pszichológiai elve alapján, illetve a művészet pszichológiai elvei alapján, rossz helyre raktam a többes számot, minden, amit egy ember kiad magából, legyen ez egy rajz, legyen az egy élmény, egy bármilyen kézi munka, bármilyen gondolat, az belőle jön, tehát az ő maga. Nem tudja szerintem a művész elkülöníteni az alkotásait, a megkreált dolgait az önmaga belső világától. Kizár dolog, hogy ezt meg tudja tenni. Bármit, akár kérésre is alkot, ami belül jön, az ő maga. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van szoros kapcsolat, nem csak Igor és a rajzok, de akár az én írásaim, vagy akár az egész csapat munkájának a gondolkodás menete és a rajzok között. Ámen. Úgy igaz. Igen, nekem sokan mondtak, hogy nagyon hasonlítanak a figurák saját magamra. Nyilván ezt nem tudok pontosan látni, úgy szerintem az olyan, mint amilyen a tükörkép, amit látunk a tükörbe, az valahogyan mindig más dolgokat észreveszünk saját magukon, és mindig másképpen látunk, mint a mások. De azt én is aláírom, hogy nagyon. Szóval szerintem igen. Attól függetlenül, hogy nekem nincsen ilyen pödrös bajuszom, és nem hordom a baseball sapkát, ez valahol én vagyok nagyon. Sőt, mi és mind a két figurában. Ezt akartam mondani éppen, hogy és nem is csak a női, vagy nem is csak a férfi, hanem a női figurában is, hiszen ez is egy pszichológiai tény, hogy bennünk él mind a két nem, hiszen kezdeti kis oszlódó sejtként és embrióként két neműek vagyunk, aztán utána egész sokáig a kettős nem hatása alatt vagyunk, az apai és az anyai nevelési elvek, nemhez tartozó viselkedésformák, minden a létezésünk mind a két részről meg van támogatva. Éppen ezért egy egészséges személyben ugyanúgy a feminin és a maszkulin vonal is végigmegy, és vannak maszkulin nők, vannak feminin férfiak, akik nagyon sikeresek tudnak lenni, pont azért, mert a másik nemnek a karakterét hordozzák, úgyhogy ezek a figurák nem azért férfi és a nő, hogy a férfiak a férfihoz, a nő pedig a nő tudjanak viszonyulni, vagy onnan vegyék el a problémát, hanem tulajdonképpen a pszichológia szabályai szerint szerepeket, problémaköröket, a másik nemhez való csatlakozási lehetőségeket is megtalálja benne az, aki követ minket. Abszolút, abszolút így van, és nem egyszer történt az, hogy pont amikor az axélet rajzoltam, hogy saját magamat rajzoltam valamelyik pózba, vagy valamelyik cselekvés alatt. Tényleg nem egyszer, én magam is meglepődtem ezen az egészen, úgyhogy aláírom ezt, amit a Kati mondta. Nem tudom, ezzel lehet mondani, úgyhogy 50-50% a nőben, meg a férfiban én vagyok, vagy 100-100% mind a kettőben vagyok, de ez egy ilyen, szerintem ez nagyon egészséges, ahogy a Kati is mondta, és nagyon finom határ, ami
amit muszáj átlépni, hogyha az ember, ugye az a vágyunk, hogy komplet ilyen egyéniség legyünk. Szóval, hogy muszáj átmenni, ide-oda menni, ezt kóstolgatni, azt kóstolgatni, szerintem. Én, szóval, mint egy ilyen konyhapszichológus most mondom ezt. Nem, ez nagyon jó. Az is érdekes számomra, hogy ez az alkotási folyamat azért ez hétről hétre zajlott mind a kettőtök oldaláról. Ezért ez egy elég intenzív időszak volt. Minden héten írtál, Kati. Honnan jöttek az inspirációk? Akár a szövegekben, akár a rajzokban. Mert mindig én úgy éreztem, mikor olvastam a cikkeket, meg láttam az újabb grafikákat, hogy mindig kaptam valami újat, tehát tényleg minden héten meg tudott újulni ez az egész program. Hát az emberi lélek az kiaknázhatatlan. Egy hatalmas nagy vadászterület, hogyha az ember témát keres, nem lehet kimeríteni, hiszen ahány ember annyi féle reakció, érzés, viszonyulás, konfliktus, probléma, de mégis mindenki ugyanazzal küzd. Tehát ez egy fantasztikus kombináció, és nagyon sokszor akár az én problémámat vetettem fel, de nyilván kaptunk visszajelzést az olvasóktól is, hogy mire kíváncsiak, nagyon inspiratív, gyakorlatias kérdések útján a kíváncsiságot kielégítve született meg egy-egy cikk. És hát természetesen van egy rendszer is a pszichológiai fogalmakban, azt is követtük, de ez a rendszer adott azért egy nagy szabadságot is. És hát Igor egy, majdnem mint Angsz és Angszilla, hosszú távon együtt értünk, legalábbis tartottuk a kapcsolatot, volt közöttünk egy köldökzsinór, ami állandó információt, táplálékot, fontos anyagot szolgáltatott kettőnk között. Amikor jött egy ötlet, akkor Igorral nagyon sokat beszéltünk arról a fogalomról, annak a fogalomnak a jelenségéről. Igor, mint egy igazi jó pszichológus, konfliktusba, a helyzetbe belelépett, azonnal át is vette, át is érezte, mint egy jó művész, és aztán utána pedig megszülte azokat a rajzokat, amik teljes mértékben rárezonáltak, és összhangban voltak a tartalommal, a cikkekkel, a mondandóval. Igen, az évnek a fő témája tavaly a szorongás volt, és azt hiszem, hogy ezt mind éreztük ebben a helyzetben. De Igor, amikor te alkotsz, most egy picit így azért ebbe belementél meg, én ezt tudom is, hogy ilyenkor te tanulsz is, dolgozol a saját lelki állapotodon, a lelki tényleg problémákon, de hogy hogyan tudod, milyen módszereid vannak a szorongás feloldására, vagy mennyire tudtad ezekben a rajzokban ezeket a szorongásaidat megalkotni? Azt hiszem, hogy ezt mondhatok bátran, hogy művészet önmagába egy gyógyító eszköz. És sokszor két módszerem van. Az egyik jobb, mint a másik, azt hiszem, de a másik jobb, mint az első. Az első az nyilvánvaló, hogy művészet csak ott ilyen nagyon sok labirintus van, és nagyon sok zsákutca van, és őszintén szóval az ember nem tud mindig alkotni. Alkotni szóval, hogy nagyon sok vagy nagyon kevés dolog kell, hogy összepárosodjon, ahogy hogy nekem repüljön a kezem vagy a gondolataim. Ez néha sikerül, néha nem sikerül. Néha nagyon fájdalmas, és néha tényleg ilyen falba ütöm a fejemet, és akkor ez nincs menekvés, és akkor így jönnek a különböző szorongások, meg félelmek, hogy ez úgyse fog sikerülni, ez úgyse fog tudni megcsinálni, stb. 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 A másik dolog, azt hiszem, hogy a másik dolog a sport. Egyszerűen is azt hiszem, hogy az valahogy mindig,
mindig pozitív visszajelzést ad a komplet Igornak. Uh-huh. Szóval ezt a kettőt kombinálva tudok tovább lépni, úgymond. Futás. Sport és művészet, ez is. Kati, nálad? Én nem magamról, hanem általánosságban beszélek. Én is művészet eszközét saját tudására. De ha mondjuk egy picit most mégis szubjektíven akarok válaszolni, akkor én akkor vagyok leginkább alkotó, amikor nehéz helyzetben vagyok, ugyanis a magam feszültségét pillanatok alatt bele tudom fordítani írásokba, és ez egy gyógyító út valóban, ugyanolyan, mint mondjuk másnak az alkohol, vagy munka, vagy hát szóval ez egy a legnagyobb a legizgalmasabb könyvek, amikor a szerző nagy bajban van, a kétség törekvés az a maga a mű, amiből ki tudja hajánál fogva húzni magát. Hogyha végigmegyünk a világ, vagy a magyar irodalmon, vagy végigmegyünk a legnagyobb alkotásokon, ott mindig a drámák, az emberi fájdalmak, a nagy emberi érzések, a szerelem, a kétségbeesés, a rossz hangulat az, ami inspirálja és triggereli a műalkotásokat. Nekem például az első novellás kötetem nagyon-nagyon régen, az életem egyik legnagyobb krízisében született, amikor a fájdalomtól, a kétségbeeséstől, a tehetetlenségtől aludni sem tudtam, és mivel az én szakmámmal nem egyeztethető különböző pszichoaktív szerek szedése, mondjuk az alkotás, vagy bármi más. Éppen ezért én sem folyamodtam ehhez, pedig nagyon jól esett volna, hanem az általatlan éjszakáknál leültem a klaviatúrámhoz, és mindazt leírtam, kihánytam, kivetettem magamból, ami majdnem szép feszített, és hát ebből született egy viszonylag elismert és kedvelt novellás kötet, amiben a magánéletemet is belefröcsköltem, a tudományt is, és a szakmai tapasztalatomat is. És hát így születik meg minden alkotás, tehát ez egy szorongáscsökkentő dolog. Mivel én az analitikus pszichológia képviselője vagyok, akkor hagyj folyamodjak Freudnak az egyik mondatához, amiben azt mondja, hogy a libidó, ami az élet hajtóereje, ez egy energia, és nem feltétlen szexuális energia, hanem a kíváncsiság, az ösztönös érdeklődés, az arra fordított sok-sok feszültség, energia, erőfeszítés és a siker összessége. Tehát ennek a libidónak a hasznos felhasználása a műalkotás, vagy az alkotás, vagy a sikeres tevékenység, és a libidó rosszindulatú felhasználása pedig maga egy betegség, vagy egy lelki betegség. Tehát ezért így mondjuk Freud alaptéziséből kiindulva, akár egy rajz, akár egy írás, de egy jó húsleves, vagy egy klassz futás, vagy mindaz, amit élvezettel teszünk, és magunk vagy mások hasznára van, az tulajdonképpen a libidó jóindulatú felhasználása, és az a gyógyító útunk, a léleknek a balanszírozója. Az is nagyon érdekes számomra, mondtátok az elején, hogy amikor megalkottátok ezt a két figurát, akkor fontos volt az is, hogy a színekkel játszunk, mert hogy az is jobban szól a fiatalokhoz. Minden héten más színekkel dolgoztunk, de volt egy időszak, amikor például ilyen sötétebb színek, vagy ilyen borongósabb hangulatok jelentek meg. Ilyenkor mennyire az adott lelki állapot mennyire határozza meg a munkát? Ha mondjuk én mondjuk nagyon szomorú vagyok, válságban vagyok, párkapcsolati válságban, magánéleti válságban, akármiben, de mondjuk azt mondja a megrendelő, hogy most a boldogságról vagy a szerelemről kell rajzolnom, írnom. Ilyenkor mennyire határozza meg az adott lélek állapot vagy lelki állapot azt, hogy mi születik? Nagyon. Hogy mennyire tudsz kilépni ebből, Igor? Nem tudtam. Pont akkor, amikor születtek ezek a sötétebb rajzok, akkor tényleg a padlón voltam, és nem is vettem észre igazándiból, hogy
hogy ebbe utazok, vagy ebbe lubickolok, vagy bajlódok. És aztán pont te szóltál nekem. Vagy a Réka pont, hogy most már nem az tudom. Aztán az a Réka, igen. Ilyen és ilyenkor mennyire könnyű átszínezni, valami vidám színre, nem? Hát az viszonylag könnyű volt, mert ez volt egy tükör gyakorlatilag nekem, és ilyen, tudod, ez volt, hogy hú, tényleg, basszus, kulcs, komolyan, miket csinálom itt? És akkor így rögtön valahogyan átestem. Hála Istennek, tényleg a művészet ez egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon szerethető és könnyű nek tűnő szerkezet, hogy nem is tudom, hogyan nevezek ezt az egészet, és lehet ilyen tök simán valahogyan átlépni a küszöb másik, vagy a másik lépcső, vagy a küszöb másik, vagy az ajtó másik oldalán. Legalábbis én azt úgy valahogyan éltem át, hogyha csak magamra lettem volna hagyva, akkor nem. Szóval, hogy akkor valószínűleg sokkal-sokkal több idő kellett volna, hogy rájöjjek, hogy most így nagyon sötétbe utazok. Uh-huh. Attól születenek, hogy milyen a szöveg. Nem tudok kilépni a pszichológus szerepéből, úgyhogy már jegyzetelek is, amikor Igor beszél. Ehhez hozzá vagyok szokva, mert nem akarom megszakítani, de akarok rá reflektálni. Tehát a színeknek archaikus szimbóluma van, és az, hogy egyetemes is. Tehát az emberek nagy része bizonyos színekben ugyanazt a tartalmat keresik, mint például mondjuk a vörös az a szenvedély színe, nem véletlenül, hogy a vér a drámai színekbe öltözött nap, és nagyon sok minden, amiben nagyon sok szenvedély van, és amihez nagyon sok érzelmet társítunk, az piros szín, akár a szív, a szervezet, bármi. Ugyanígy van a fekete, barna, mindegyiknek van valami szimbóluma, és akár tudattalanul is tudunk kötődni a fekete, a sötéthez, a mélységhez, a teljességhez, az útkereséshez, aminek pont a fekete a színe. Mi használunk színterápiát is, hiszen a szín a képekben is lehet érdekes, hogy ha sötétből világosba megyünk, akkor az nyilván visszajelzés is, visszacsatolás is az agyunknak, az érzéseinknek, a viszonyulásunknak. Ahogy mondta Igor, és ezt a mondatot írtam le, hogy el ne felejtsem, hogy könnyű a művészet. Könnyű a művésznek, mert a művész az nem egy művészkedő alak, aki megtanulta, hogy művész, és mindenféle kreációkat mutat az embereknek, hogy azt hiszem, hogy művész. Nem tudom, most láttok engem, de... Most nem, de nem hallunk. Mindjárt visszajön. Remélem. Én napok óta nem hordtam pirosat, és most gondoltam, hogy ma. Az én wow. Visszatértem, itt vagyok veletek? Igen. Nem tudom, hogy majd összetudod elszállni, de folytatom, hogy Igor mondta ezt a mondatot, hogy könnyű a művészet, hát annak, aki művész, mert ám nagyon sok művészkedő emberrel találkoztam életemben, akinek nagyon tetszik ez az életforma, vagy ez a létforma, vagy ez a lebegő életstílus, életfilozófia, de hát igazán a művész azt se tudja, hogy művész, mert ugyanaz a feszültség létezik benne, ami mondjuk létezik egy átlag emberben, és mindenkinek van egy feszültséglevezető stratégiája, és maga az alkotás az egy feszültséglevezető, és az, hogy amivel levezeti, akár manuálisan egy képpel, egy kreatív képzőművészeti alkotással, egy írással, egy szakmai programmal, bármivel, amiben megfogalmazva a saját érzéseit, úgy tudja átadni a gondolatait, a benne zajló dolgokat, hogy az másnak is jelentsen valamit, és másban is elindítson érzelmi munkát. Na most ez a művész. Hát a művész az nem mondhatja magáról, hogy művész, a művészt azt választják, mégpedig a művészetet imádók, a művészet iránt elkötelezett, a művészetért rajongó emberek mondják azt, hogy ez művész. Mert sok embert megérint, sok embert megfog, sok emberben elindít
valamit, vagy akár segítséget is nyújt. Hát ha belegondolunk, hogy egy zene mi mindent vált ki, örömöt, még a hormonális háztartásunkat is átrendezi, hogy egy dallam mennyi mindent tud bennünk feltépni, akár emlékeket mozgósít, akár vágyakat ébreszt, akár pillanatnyilag átrendezi a hangulatunkat, és mondjuk akár egy ilyen rajz, amivel azonosulunk, és azt tudjuk mondani, hogy te jó Isten, én is pont így ülök az egér farkán, amikor kis dolgokon taglok, és valamire figyelmeztet, vagy felhívja a figyelmet, ráadásul ez nem egy nagyon direkt, nagyon egyértelmű módon, mert ugye pont az a lényege a művészetnek, hogy átvarázsolja a valóságot, és valamilyen szimbólumrendszerben, vagy egy sajátos ábrázolási módban közvetít projekciós felületet, hogy mindenki megtalálja a sajátját, és ne arra gondoljon, ami a művész nyomora. Tehát ez a művészet. Igor rajzaiban ez mindig benne van, hogy segít abban, hogy akár én 50x évesen, és lássam magam Angszillában, ne csak az ő korosztályával levő pszichológiai problémával foglalkozzak, hanem érezzem azt, hogy amin ő átmegy, azon én is át tudok menni. Tehát Angsz és Angszilla közvetít valamit, nyilván nem értékelem le a saját írásaimat sem, ami ehhez szorosan kapcsolódik, és amiben én is próbálok belevinni saját élményt, akár a pácienseimtől kölcsönzött konfliktusokat, problémákat, ezeknek a megoldásait, és így ez a rajz és az az írás együttesen azt gondolom, hogy nagyon szórakoztató, felvett problémákat, vagy más nem csak megkongatja a vércsengőt, hogy foglalkozz te is valamilyen módon magaddal, mert vagy úgy járhatsz, mint Angsz és Angszilla, vagy ő segít abban, hogy megmutassa, hogy milyen úton. Tehát, hogy ez egy ilyen komplex, tulajdonképpen mindennapos interakció Igor és az én munkám és az olvasó között. Abszolút, abszolút. Az olyan, mint ott van a kulcs az ajtóba, csak meg kell fordítani a kulcsot, és hopp, kinyíl az ajtó, és akkor az ember elindulhat gyógyítás felé, vagy valahol. Most itt megnyitottam magamnak az Instagram oldalt, és visszakerestem, és én azt látom, hogy ahol ilyen nagyon megszólítottuk a közönséget, az az álom. Ott két héten keresztül is az álom témakörével foglalkoztunk, és az álomfejtéssel. És ennek kapcsán több olyan visszajelzés, komment, privát üzenet is érkezett, hogy kérnek segítséget az olvasók, hogy hogyan fejtsék meg az álmukat. Hogyha ebből indulok ki, akkor hogyan kell Angsz és Angszilla figuráját követnie az olvasónak, meg az Instagram követőinek? Hogyan kell ezt az oldalt forgatni? Miben segít ez nekik? Hogyan tudják ezt jól használni? Gondolom ez a kérdés nekem szól. Igen. Annak ellenére, hogy akár minden ráillhet bármely olvasóra, mert akár a szakítás, szorongás, konfliktusok, azok egy állandó bocsánat, csak megint beúszott valami a képernyőm, és ez megzavarja a gondolataimat. Szóval tulajdonképpen minden témakör aktuális, de vannak olyan izgalmas témakörök, amik mindig mindenkit érdekelnek, hiszen mondjuk az álmodozás, vagy az álmodás, azaz a nagyon komoly tudatalatti munka, az minden nap megtörténik velünk, bárkivel. És az álmok olyan hatással lehetnek ránk, hogy érezzük, hogy ez valamit jelent, vagy érezzük, hogy ez a zsigereinkben mozog ez az álom, és kell, hogy jelentsen valamit, kell, hogy üzenjen valamit, vagy kell, hogy valamit visszatükrözön az állapotomról. Értem, általában az álmot nem szokták érteni az emberek. Pedig az álom a királyi út a tudatunkhoz, a boldogságunkhoz, a harmóniához, hiszen az a mélyben összegyűlt félelmek, szükségletek, vágyak, nehézségek, konfliktusok, traumák gyűjteménye és a itt és most valóság közötti tartalom, ami ha időnként feljön, vagy ha valaki álomnaplót vezet,
és akár ez egy hosszú időszakon át megtörténik, akkor ez egy olyan gyönyörű tükörkép, fénykép, útmutató térkép a léleknek, hogy szinte hihetetlen. És én magam is öngyógyítás céljából álomnaplót vezetek. Mindig mellettem van egy füzet és egy toll, és ahogy felébredek, rögtön leírom azt, ami akár még ha egy rövid kis logikátlan álomfoszlány is, de beleírom a füzetembe, mert hogyha ezt tartósan és folytonosan így csinálom, akkor egy történet jön ki az álmainkból, és van folytonosság, van logikai kapcsolat, hogyha hónapokig, akár egy fél évig álmot élünk, és megmutatja azt, hogy a tudatalattink jóval előbb jár, mint ahogy mi járunk. Vannak nagyon különleges archaikus álmok, amin mindenki életében megjelenik egyszer-kétszer. Erről az álomról nem lehet elfeledkezni, ezt nem lehet a sötétbe dobni. Erre az ember úgy emlékszik, mint egy filmre, filmszerűen, eidetikus képként látja, hallja, érzi az álomnak a tartalmát, bár nagyon-nagyon-nagyon szimbolikus figurák és történések vannak benne, de ezt, ha valaki jó álomfejtő, vagy elmegy egy pszichológushoz, hogy megtanulja azt, hogy hogyan olvasson a saját érzéseiben, gondolataiban, tudatalattiában, ez egy fantasztikus útmutató. Nyilván ezért érdekelte az embereket ez az álomfejtős téma a legjobban. Meg én azt veszem észre, hogy mindig megoldó kulcsot akarunk mindenhez, és akkor kicsit ez az Instagram oldalnál is sokszor jött ez válaszként, hogy várják az emberek azt, hogy na, akkor van egy problémám, akkor én azonnal tudni akarom a megoldást, de hogy ezek, ahogy te is mindig fogalmazol, hogy ezek ilyen vinyetteszerűen felvillantott kis fogódzók, hogy ne érezzük magunkat teljesen egyedül, hogy más is érzi ezeket a dolgokat. Csak ezért kérdezem, hogy hogyan használjuk jól ezt az oldalt, vagy ezeket a tartalmakat. Nyilván ezt az oldalt terápiaként vagy pszichológusként használni nem lehet, de kapaszkodóként igen, és minden ember más, minden ember problémája más, minden ember igénye más, és minden ember probléma megoldó stratégiája más. Nagyon sokszor valakinek elég csak egy mondat. Hát én ezt praxisomban is ezt tapasztalom, hogyha bejön egy páciens, és lehet, hogy nagyon drámainak tűnnek a pszichológiai tünetei, és mondok neki egy nagyon jó mondatot, ami nagyon-nagyon elkapja azt a konfliktust, amit ő nem tud legyűrni, vagy nem tudja megoldani. Tulajdonképpen egy beszélgetés is olyan, mint egy biliárdasztal, hogy én vagyok az asztal széle, ő meg egy golyó, ami megy valamilyen irányba, és Gellert kap egy mondattól, és onnantól más irányba megy. Tehát ez is előfordulhat. Vannak olyan emberek, akiknek akár egy ilyen cikk is megerősítés, hogy de jó, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de jó, hogy a szorongás egy nem patológiás dolog, hanem minden ember küzd vele, mikor, milyen szituációban vagy élethelyzetben, és ez a olyan vagyok, mint más, és nem vagyok beteg visszacsatolás azáltal, hogy valamilyen tudáshoz hozzájuk, már ez is lehet egy segítő dolog. És vannak olyan emberek, akiknek akár évekig tartó terápia is nehezen segít, vagy kis változást hoz, és vannak nyilván olyan emberek, akikre sem a cikkeink, sem egy pszichológus, semmi nincs hatással, egy rugalmatlanabb személyiség, és nyilván az ilyen ember, az ilyen türelmetlen ember, aki önismeret hiányában azt gondolja, hogy egy cikk, vagy egy személytelen beszélgetés tud segíteni, ez egy irracionális igény. Ilyenek is vannak az oldalunkon, de természetesen maximálisan próbáljuk mindenki igényét ki elégíteni, hogy lásson ebben az angszban, angszillában, az angsziméterben segítőkezet, lásson ötletet és szórakozást is, nem kevésbé szórakozást. Igor, te hogy látod, hogy merre fejlődött ez a két figura így ez alatt a néhány hónap alatt? Az indulástól a végéig, és ezzel te magad is. Hát pont most nézem a rajzokat, és hát amit, igen, hogy mondjuk, nehéz, nagyon nehéz kommentálnom, vagy így észrevegyek a saját rajzaimon bármit is, mivel hogy ugye ez mind a két figura én vagyok valahogyan. De most, ahol pörgettem itt, ahogy beszélgetünk, szerintem sokkal valahogyan finomabbak lettek, vagy személyesebbek lettek, vagy gazdagabbak lettek. Nem tudom, hogyan álltak pontosan a vonalak az elején, és hogyan állnak most.
a vonalok az arcon belül, de sok, én legalábbis, mint nagyon belső ember, azt vélem, hogy élő, kezdtek élni egy saját életet, a figurát, a figurákat. Csak ne lépjen az életedből, Igor, nehogy egyszer azt mondja, na Igor, viszlát, elegünk van belőled, és becsapják maguk után az ajtót. Megyek utánuk. Na ez egy érdekes, és ez egy nagyon sablonos válasz, hogy Livi, ez egy nagyon jó kérdés volt, de tulajdonképpen merre fejlődött, ez tényleg egy brutálisan jó teli találat kérdés, mert akár egy pszichológiai páciens, akár egy rajzfilmfigura, mint a mi közös figuránk az Igor a Lamar című filmnek a főszereplője, a kis mancs figura, de akár, ugye én néha forgatókönyveket is írok, abban levő szereplők, de most itt mindnyájunk, akár a kapcsolatunk, akár az Igor és az én alkotó kapcsolatunk, de ez a team kapcsolata is nagyon fontos, hogy mindig fejlődjön. Akár egy párkapcsolat is, akár egy gyerekszülő kapcsolat, akár egy Angsz és Angszilla, egy író és egy képzőművész, illusztrátor, animátor, művész kapcsolata is, ha együtt dolgoznak, muszáj, hogy fejlődjön. Ha nem fejlődik, akkor az nem él. Az a kapcsolat nem él. Tehát ez egy elvárás, és biztos, hogy az olvasók is várják, hogy ez az Angsz és Angszilla ne csak illusztráljon, hanem éljen, és jól éljen. A jól élni az azt jelenti, hogy meg tudjon küzdeni a problémáival. Tehát ezeket a figurákat szükségszerű életre kell tenni, mert hogyha nem élnek, akkor unalmassá válnak, akkor nem követik, akkor nem szeretik, nem tudnak vele azonosulni. Ezeknek a figuráknak esendőknek kell lenni. Azokkal a problémákkal kell küzdeni, mint az olvasónak, vagy mint a művésznek, a csapattagnak, a koordinátornak, a menedzsernek és az írónak. Mint ahogy mindenki küzd valamivel. Tehát fejlődniük kell, mert az élet értelme maga a fejlődés, és a jó élet feltétele, hogy mindenki változzon és fejlődjön. Ha Angsz és Angszilla megreked, akkor nem fog tovább élni. Ha az alkotó megreked, nem fog jól rajzolni. Ha egy író kifogy a benne kavargó és zajló témákból, az a téma, amit enélkül, a fejlődés nélkül megélne az író, nem tudja átadni, és nem fog élni, nem lesz én azonos, nem lesz átélhető, nem lesz átvehető. És merre fognak fejlődni Angsz és Angszilla? Olyan, most ahogy így pörgettem, olyan jó kis mélységeket és magasságokat éltek meg, tehát tényleg volt itt fóbia, haláltól való félelem, terelem, anyós téma, az idő múlása, öregedés, szóval tényleg nagyon izgalmas mélységek és magasságok mentek végig ebben az évben. Már fog fejlődni tovább, mennyit lehet ebből elárulni, vagy megszületette már az irány? Igor vagy én? Mindketten. Mit gondoltok? Hát Igorral a kapcsolatom ugye olyan, hogy megint a pszichológusra tudom hasonlítani, hogy nyilván az én írásaim vezetik Igort, de aztán az Igor rajzait kell nekem követnem. Tehát, hogy ez egy megint egy ilyen állandóan billegő kapcsolat. A továbbiakban a fő témánk az különösen a civil útnak az egyik komoly és nagy populációt érintő kutatási anyagának az eredményéből származó magány, párkapcsolat, család, az interpersonális kapcsolatok, az emberközi kapcsolatok fontossága lesz a téma. Ez azért nagyon jelentős, mert most, hogy volt a pandémia, és még most is nem tudjuk, hogy a végén vagy az elején járunk, végtelen nagy hangsúlyt kapott az emberi kapcsolatok minősége. Tehát bezárva, magányosan szinte elviselhetetlen ez az időszak. Megszűntek azok a platformok, azok a helyszínek, azok az élet,
teret képviselő szórakozási, művelődési lehetőségek, akár oktatás, minden átlényegült, és az ember csak a saját maga belső világában és a hozzá közel álló emberek társaságában tudja megélni önmagát, és nyilván ez elég szorongató, mert ez egy nagyon drámai életmódváltás, úgyhogy ha ez a világ kinyílik, és esetleg vége a pandémiának, vagy ha ez folytatódik, akkor is átlényegül az, hogy milyen a viszonyunk önmagunkkal, a közvetlen intim emberi kapcsolatainkkal, a családdal, a szerelemmel, és hogy milyen a magány, milyen az egyedüllét, és itt nyilván akár társas magányra is gondolhatunk, és pazar egyedüllétre is asszociálhatunk, de ennek a kérdéskörét fogjuk feszegetni Angszal és Angszillával, és az őt vezető pszichológus figurával is, és próbáljuk meg átadni azokat az élményeket, amit valószínű mindenki átélt, akár tudatosan, akár tudattalanul, és azokat a megoldásokat, ami kapaszkodó lehet akár egy esetleges újabb járványhullámban, vagy ha visszakapjuk a régi szabadságunkat, és újra kinyílnak a határaink, akkor pedig egy módosult, átváltozott értékrenddel mindenképpen egy új hozadékkal kell majd érnünk az életünket, ami az emberi kapcsolatokat érinti. Akkor érdemes 2022-ben is tovább követni Anx és Angszilla útját, és azt, hogy merre felé fejlődik tovább az ő kis kapcsolatuk, és eleve az oldal, meg a program. Én nagyon szépen köszönöm. Követem is. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést nektek. Köszönöm.